Az Elevenek Sportegyesülete nyári sport- és úszótáborral várja a Szentendre és környékén élő gyerekeket. A turnusokat az aktuális járványügyi helyzettől függően minden szabályt betartva szervezik és tartják meg. Mihály Norbert, a 2012-ben megalapított Elevenek Sportegyesület elnöke, több mint 20 éves úszásoktatási tapasztalattal rendelkezik. Szentendrén pedig 9 éve kezdett el úszásoktatással és egyéb szabadidős tevékenységekkel foglalkozni edzőtársaival együtt. Az idei turnus június 21-én indult, és egészen augusztus 20-áig tart. A második héten vagyunk lassan túl, hiszen pénteki napot írunk. Akkor kezdtük, az előző héten kezdtük el, az napközis táborunk volt, a mostani, ha most ti is itt vagytok nálunk, egy napközis és ott alvós, tehát ugye vegyes mixet csinálunk, és ha minden igaz, akkor augusztus 20-ig szinte non-stop, valamilyen helyszínen, valamelyik városban, valamilyen vízparton megtalálhatóak vagyunk. A Szentendrei Elevenek Sportegyesületének napközis és egyben ott alvós táborának előző héten a Budakalászi Főtáv Sportegyesület vízitelepe adott otthont. Ugye most Budakalászon vagyunk, a Budakalászi Főtávnak a vízisporttelepén vagyunk, itt igen sok lehetőségünk van, hogy megmozgassuk a törpéket. Tulajdonképpen 3,5-4 éves kortól 17 éves korig vannak így gyerkőcök most nálunk. Egy része itt is alszik, a hátam mögött talán lehet is látni, ilyen kőházakban tudjuk elszállásolni őket, valamint sátor lehetőségük is van. A többiek pedig napközis táborba jönnek hozzánk, ők reggel 8 órakor érkeznek, és délután 16 órakor távoznak. A tábor utolsó napjára a gyerekek kellemesen elfáradtak, de emellett természetesen rengeteg élménnyel, tapasztalattal gazdagodtak. Péntek van, valaki már várja, hogy mehessen haza, valaki nem szeretne hazamenni. Az arcokon is lehet látni ezt igazából. Picikét talán inkább azt mondanám, hogyha egy körbenézek, hogy a fáradtságot látom az arcokon. Az egész héten nálunk voltak, egész héten sportoltak, és azért most már elfáradtak egyébként ilyen szempontból. Lehetősége is sok volt, mert a Dunaparton vagyunk, ugye, motorcsónak, csónakázási lehetőség, evezés, ugye mindenféleképpen. Van egy saját kis medencénk is, ugye ott is tudtunk dolgozni, és ha időjárás éppen nem volt annyira kegyes nekünk, akkor a vizes 8-ast használtuk, mint úszodát 20-as szempontjából. Úgyhogy ugye tábortüzet raktunk, meg minden más, meg játszottunk, szemháború, kommandó, meg motorcsónakoztunk is, és igazából nagyon sokat játszottunk. Az eltelt egy hetet egy közös játékkal búcsúztatták el. Úgyhogy mindenki fenn volt hajnalig, addig biztos, hogy mindenki fenn volt, de valaki tovább is. És ugye számháborúztunk, meg kommandóztunk, meg bujócskáztunk egész este. Az úszásoktatás, kirándulás, túrázás mellett kézműves foglalkozások, sportfoglalkozások, íjászat, asztali tenisz, csocsó vagy evezés lehetőségei közül is választhattak a gyerekek, de egy azért biztos, új barátokra is szert tehettek. Kerékpározunk, el szoktunk kerékpározni a Rómaiba, meg ugye úszunk. Hát kerékpár és úszás igazából. Engem apa már így Pólyába hozott ide, és ugye onnan már mindenki megismert, vagy hát a nagyobbak, és ugye én is szereztem sok barátot, és azért szeretek ide járni, mert találkozok a régi barátokkal. Ha valaki nem tud úszni, egyáltalán nincs hátrányban. A turnus alatt az alapokat is elsajátíthatják a gyerekek az Elevenek Sportegyesületének táborvezetőitől. De nem csak a vízi sportokkal ismerkedhetnek meg, kipróbálhatják magukat többféle sportákban is. A szülők ugyanezt szokták kérdezni, hogy van egy 6 éves gyermekem, de nem tud úszni, hál' Istennek. Nincs még elrontva. Illetve kezdve a legjobb alapot kapjuk meg, úgyhogy igazából nincs jelentősége, hogy milyen szinten tudsz úszni, vagy nem tudsz úszni, és hogy hány éves, vagy nem hány éves. Ez a mi részünk lesz, hogy megtanítsuk számukra az úszás lehetőségét, és biztosítjuk azt a minőségi munkát, amit el lehet végezni velük. Igazából nekem jobb, hogyha kevésbé tudnak úszni, mert akkor tényleg komolyabban tudok dolgozni velük, de valójában van tényleg már olyan korosztály, aki már edzésre jön hozzánk. Ezért is van több helyszín, ahol dolgozunk, mindenki a saját közegébe találja meg a számítását. Valaki már edzés jellegű munkát végez, valaki még éppen tanulja a kis alapokat, akár 3-3 és fél évesen. A mögöttünk látható kis medence inkább a kiskorosztálynak, ilyen 10 éves korosztályig alkalmas, idősebbeket már el kell vigyük egy másik helyszínre, ahol már komolyabb úszodával rendelkezünk esetleg. A sportokat kérdezted még, 6-8 sportágot meg lehet találni nálunk. Ha itt körbenézzünk, itt az asztali tenisztől kezdve a kosárlabda, a labdarúgáson keresztül, a csocsunk keresztül egyébként, nem is tudom, dárc, íjászkodás, röplabda, szóval sorolhatnám azért.
ér. Nyilván, hogyha már a gyermek itt van nálunk egy héten keresztül, nem csak az úszással foglalkozunk, a többi sportággal is foglalkozunk, így van, így van. Idén májusban jelentették be, hogy van lehetőség júniustól nyári táborokat szervezni. Az elmúlt időszak azonban még hatással van a turnus foglalásokra is. Megosztja a szülőket sajnos, azért nem ment el ez, hogy is mondjam, ez a közel másfél év azért még itt a nyakunkon van még érezhető, mind a szülőkön, mind rajtunk is egyébként. Azt gondolom, hogy három fajta típusú szülő van, aki gondolkodásban három felé osztotta most az érzelmeit. Az egyik az fél. Ő nem hozza táborba és nem viszi a gyereket sehova. Valaki abszolút nem foglalkozik vele, nem is igazán érdekli, túl vagyunk rajta, azt gondolja, és már semmilyen hatása nincs. És van a köztes, aki óvatosan bánik vele, és minden szabályt betart. Nyilván nekünk is fel kellett készüljünk a speciális időszakra. Borzasztóan vártuk már, hogy dolgozhassunk, kezdhessünk. Bizonytalanság óriási volt. A legutolsó héten sem volt még biztos benne a május végével, hogy mehetünk, nem mehetünk, milyen kondíciókkal, milyen feltétellel mehetünk. Nyilván betartunk mi is minden szabályt. Nekünk az a lehetőségünk az megvan, mi szabadtéren vagyunk 99%-ban. Itt egy picit a jelenlegi szabályozás az lazább. Aki táborosok zártabb helyen táboroznak, ott sokkal szigorúbb szabályok vannak. Mi egy picit szándékosan is olyan helyszíneket kerestünk az idei nyára, ahol ezt a szabad levegő és szabadtéri kevesebb szigorral és kevesebb szabályozással működőt megtehetjük. Hál' Istennek volt ilyen lehetőségünk. Úgyhogy mi egy picit könnyebben dolgozunk ezzel. De azért a szülőkön érezzük azért, hogy beteg, nem beteg, köhög, nem köhög, folyik az óra, nem folyik az óra, és nekünk is a felelősség óriási egyébként. Ha belegondoltok, itt van most közel 40-50 gyerkőc a nyakamon, elég hozzá egy beteget bekapni, és igazából akkor vége a tábornak. A utómunkát nem ismerem elmondani, mivel jár, amikor ilyenkor ezt a dolgot meg kell ugye szüntetni. Szóval a felelősség óriási. Nagyon bízom benne, hogy viszont látjuk, hogy sok helyen táboroztatnak, nem biztos, hogy megfelelő kondíciókkal, kollégákkal. Én nagyon bízom benne, a szülők okosak, értelmesek, és megnézik, hogy hova adják be a gyerekeiket, és kihez fogják elvinni. Legalábbis reméljük, hogy ez így történik. A Szentendrei Elevenek Sportegyesülete büszke arra, amit eddig elértek. Ma már nem csak Szentendréről, de Budapestről is sokan jönnek sportolni a csapathoz. Az egyesület vezetője a közösség erejében hisz, amely eljuttatja a tábor népszerűségét a jelentkezőkhöz. Ugye mi több helyszínen dolgozunk, de a konstrukciója hasonló egy tábor szerkezetnek, és te is jól fogalmaztál, úszó és sporttáborról beszélünk, sok minden más sportággal, de az úszásra van kihegyezve, ami azt jelenti, hogy egyszer biztosan, de inkább kettőször egy nap ugye úszunk. Augusztus 20-áig tervezzük, hogy dolgozunk, reméljük, hogy lesz is kivel dolgozzunk, legalábbis bízunk benne. Nekünk az Elevenek Sport Egyesületnek nem szokott ez okozni problémát, hosszú éveken át megteltünk és megtelünk, bízunk benne, az idei nyár is ilyen lesz, úgyhogy még van helyünk is, van lehetőségünk is, hál' Istennek a szülők keresnek bennünket, hívnak bennünket. Megmondom őszintén, én a reklámba olyan szinten hiszek, a népmesére szoktam mindig fogadkozni, vagy hindi benne. Száról-száról szülő elmondja a másiknak, hogy jól érezte magát, nem érezte jól magát. Ide soha többet nem megyek, ide visszajövök. Én ezt a dolgot hiszem el, én ezzel 25 éve foglalkozom, és ebben bízok, hogy ez így működik. A népmesénél jobb reklám nem kell, használom senki számára. Táboraikban nem csak a környéken élők jönnek el, hanem az ország különböző pontjairól, sőt külföldről is érkeznek gyerekek, családok. A mostani ottalvos nomád turnus Kisorosziban folytatódott. További információk és jelentkezés Norbi bácsinál.